Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön egy kis nagyon update videó nagyon kezdőknek, mert egy jó páron elkezdtek kipróbálni a Warframe-et, de viszont mindenről beszéltem már benne, csak arról nem, hogy igazán mit kell csináljon egy kezdő, vagy hogy mihez kezdjen ezzel a bizonyos űrhajóval, vagyis hát az űrhajót eleve honnan szedjük, ezt a hajót, ezt a valamit, ugye ha végigcsinálod a tutoriát, akkor megkapod, viszont abban a bizonyos hajóban nem lesz ennyire teli, mint ez. És hogyha kezdő vagy, akkor bizonyos dolgokra rá kell koncentrálj a hajónál. Ezeket a dolgokat érdemes egyedül megcsinálni, vagy hogyha éppen valaki felcsatlakozik hozzád később játékban, együtt úgy megcsinálni. Már csak azért is érdemes egyedül csinálni, és nem rögtön belemenni a mély vízbe, hogy egy kicsit elkapjon a Warframe-nek a hangulata, egy kicsit jobban megértsd ezt a világot, és hogy miről szól. Úgyhogy jön egy rövid hajó bemutató, hogy egy extrém kezdő mit csináljon Warframe-en belül. Itt láthatsz ilyen híreket, különböző update-ekről, patch-ekről, stb. Ez itt a konkláve volt, magyarul multiplayer mód, kiválaszthatod, hogy milyen fajtát akarsz játszani, most jöttek különböző újabb játékok, tehát van ilyen free for all, 4v4 ilyen team deathmatch és ilyen capture the flag-szerű játék, ezek így alapvetően benne lesznek a hajódban. Ez is benne lesz a hajódban, a szindikátusok arra valók. Például én New Loka szindikátus húzom, és a Pairing Sequence, a szindikátusban különleges dolgokat találhatsz, mint például különböző ilyen kis jeleskék, modok, nagyon fontos modok, mindjárt rátérek, hogy mik azok a modok is, találsz jobbnál jobb modokat, stb. Hasznosak, akkor érdemes elkezdeni húzni szindikátust is, amikor már lesz egy kis vagyonod, amit itt fönt láthatsz, egy jó pár kredited, mert jó pár prime cuccod, mert bizonyos szindikátusok megkívánnak egy-egy oroki reaktort, egy-egy formát, továbbá valamilyen prime Warframe alkatrészt is, vagy Warframe, vagy fegyver, akármilyen, nem ismerem a többi szindikátust, ez a kettő szindikátus, amit én húzok, formát, oroki reaktort és egy Nix Prime helmetet akart magának. Nos, továbbiakban azt tudnotok kell, ez itt ugye a navigációs rendszer, aki új ebben a játékban, valószínűleg csak a föld lesz neki megnyitva. Honnan tudod, hogy mit kell csinálni? Itt fönt, ahol nekem itt egy kis 4-eske, 3-aska, 6-oska van, nektek lesz még egy olyan, hogy egy ilyen X-szerű jel. Az X-szerű jel azt jelzi, hogy merre felé van küldetésed. Hogyha aktiválsz egy küldetést, akkor gyakorlatilag megjelenik egy X-jeleske, és a bolygó fölött is, mint ahogy itt villog nekem a sok jelecske, azok fölött is ott lesz egy X jeleske, csak hogy megegyszerűsítse a dolgot. Rámész a földre, és látni fogod, mint ahogy itt vannak a jelecskék is, látni fogod, hogy melyik helyre kell menned. Na most ez azért szükséges, megcsinálod, mert a hajóhoz ad alkatrészeket. Milyen alkatrészeket ad a hajóhoz? Például itt adja a kódexet. A kódex az arra való, hogy megtudjál információkat azokra a bizonyos Warframe-ekről, alkatrészekről, fegyverekről, modokról, galériákról. A Warframe-nek a trükkje az, hogy mindenről csak a féle fő információkat árul el, tegyük fel itt a Trinity, elárulja, hogy mit tud, miért jó, egy ilyen kis kedvet hoz a karakterhez, de annál többet, nagyon sok mindent nem tudhatsz meg, ezért a Warframe világa direkt van úgy kitalálva, hogy utána nézze, kicsit netten is, van magyar Warframe Wikipédia, angol Warframe Wikipédia, ha valami tetszik, érdemes utána nézni netten, hol találod, mi dobja, és mi nem. A kódex még azért is hasznos, mert van itt egy olyan, hogy quests, azok a missionök, különböző missionök vannak, kérlek szépen, ha aktiválni szeretnél egy questet, ma tegyük fel, itt van a New Strange Quest, akkor, hogyha nincsenek itt pipák természetesen, akkor rámész, hogy Activate, és akkor berakja neked a navigációhoz azt a bizonyos X-ecskék, de valószínűleg a kezdetben az Archwing Mission lesz, a Hall of the Kubro Mission lesz, és a Stolen Dreams, és a Once Awake. Tehát ezeket a missionökön
ezen a négyen végigmész, akkor felveheted a The New Strange Mission-t, Hidden Message-et, Patient Zero-t, Warsprize az is egy ilyen elsődleges mission, ha jól emlékszem. Nos, tehát, hogyha a Földön csinálgatsz küldetéseket, megcsinálod azokat a fő küldetéseket, alkatrészeket találsz. Alkatrészeket találsz, mint például a Codex itt, mint például a Market itt. A Market nagyon hasznos dolog, ne feledd, hogy itt minden, szinte minden, bocsánat, szinte minden platinába kerül. A platina egy olyan dolog, amit igazi pénzért vásárolhatsz meg. Na most, a jó dolog az egészben, hogy ha Warframe-et szeretnél venni, vagy fegyvert szeretnél venni, akkor nem kell igazi platináért, vagy igazi pénzért megvedd, hanem rámész ide, hogy blueprintek, tehát még egyszer mutatom, Warframe Blueprints, a blueprinteknél kiválaszthatod, hogy milyen Warframe-et szeretnél magadnak, és a többi. A megépítésre mindjárt rátérünk, ugyanígy a fegyvereknél megteheted ezt, a melee weaponöknél megteheted ezt, equipment, mindenből, amiből találsz blueprintet, az blueprintet meg tud venni kreditér, ami játékbéli pénz, és nagyon hasznos, úgyhogy érdemes rágyúrni, érdemes felfedezni. Tehát például egy ilyen alkatrészt is kapsz, hogyha a Földön megcsinálod a küldetéseket, többek között a Földön. Továbbá lemegyünk az űrhajóra, mire van itt szükséged föld küldetéseknél, vagy akármilyen küldetésnél, ahol menni kell, Foundry. A Foundryban építeni tudsz alkatrészeket, Warframe-eket, fegyvereket, minden tudsz építeni gyakorlatilag. Tegyük fel, látjátok, én most építem éppen a Rocky Prime-ot, formát, Sarin már megépült, éljen. Gyakorlatilag minden tudsz építeni magadnak, amit szeretnél. Nos, erre való a Foundry, ezt is be kell szerezni. Tehát akinek kezd űrhajó, ezt be kell szerezni. Nos, beszerzünk egy ilyen alkatrészt, aminek az a neve, hogy mods. A modnál a modolásokkal fogunk foglalkozni, mindjárt rátérek, hogy mik azok a modolások. De tudjátok, mit rátérek most? Hát a modolások arra valók, hogy a Warframe-eket, fegyvereket és különböző kiegészítőket, amit a játék során szerzel, felerősítsék. Például, mire gondolok itt? Itt a Bite nevű mod, ami a kutyámhoz jó. 210%-os critical chance plusz 140%-os critical damage egyelőre. Nos, látjátok, itt gyakorlatilag felerősödnek. Felerősítik a Warframe-eket, fegyvereket, kutyát, kiegészítőket, mindent fel lehet erősíteni a modokkal. Nagyon fontos, mert ahogy haladsz a Warframe-edre, egyre erősebb leszel, fontos, hogy az ellenfelekhez mérten legyenek fegyverei. Szóval a modolós modzod érdemes felkereső. Továbbá, hogyha ezeken túl vagy, valószínűleg meg fogod addigra kapni a Vénusz nevű bolygót, mert legyőzöl egy olyan ellenfelet, akinek az a neve, hogy Captain War. Na őt, ha legyőzöd, valószínűleg megkapod a Vénuszt. A Vénusz nagyon hasznos bolygó. Egyrészt azért, mert hozzá fog juthatni ez a küldetéshez, Assassination, Jackal. Ide lemész, és ezt megölöd, ezt az ellenfelet, ami nem lesz egyszerű, nehéz szinten. Előre elárom a tippet, a lábát kell lőni, vagy kardozni, hogyha közel tudsz jutni hozzá, de a lábát kell lőni. Nem kell aggódni, amint látod, itt mindig van open squad, tehát mindig találni fogsz valakit boss fightokra. Nem beszélve arról, hogy az Assassination Jackal a fosszán, a Vénuszon adja a Rhino Blueprint pártokat, tehát a Rhino Warframe-et szerezheted meg itt, a Vénuszon. A Rhino az egy olyan Warframe, ami dobbantó a nehezebb és magasabb szintű küldetésekhez, hogyha valamit érdemes kiszedni, az a Rhino, mert az egy valóban egy dobbantó karakter ahhoz, hogy nehezebb küldetéseken is megáld a helyedet, mert egy erős tank karakter gyakorlatilag. Ő az első karakter, akibe érdemes igazán úgynevezett Orokin reaktor tenni. Mindjárt rátérek arra is, hogy mi az Orokin reaktor, és érdemes jó erősre kimodolni, hogy jó erős legyen, hogy erősebb küldetéseken is megáld a helyed, vagy hogyha új Warframe-et akarsz szerezni, ami nehezebb bossnál van, akkor ott is meg tud állni a helyedet. Na most, azzal, hogy ezt még megcsinálod, ezt a küldetést, kapsz egy olyan küldetést újra csak, amit érdemes megcsinálni, az pedig a Hall of the Kubro. A Hall of the Kubrot, ha elindítod és megcsinálod, akkor lesz egy ilyen kis kutyusod,
ha minden jól megy. Tehát szerezned kell egy ilyen install, egy ilyen inkubátor szegmentet, és szerezned kell, az inkubátor szegmentet megszerezni könnyű, látni fogjátok a kis X-ecskével, hogy hová kell menni, továbbá szerezned kell egy kubró tojást, és semmiképp se vedd meg ezt a marketben. Szóval, hogyha a földön fogsz járni, már pedig a későbbi küldetésekben többször fogsz visszamenni a földre, előbb-utóbb a földön ki fog neked dobni egy kubró tojást. Türelem kell hozzá, lehet egy hét, lehet kettő, lehet két nap, lehet egy hónap, de előbb-utóbb ki fog dobni egy kubrót. Nekem jelenleg ez a második kubrom, a első kubrom az alszik, úgyhogy most növekszik, nagyon kis csinos, nagyon kis aranyos, és egy ilyen kutyát fogsz kapni, hasznos állatgyilkológép. Szóval a lényeg az, hogy egy ilyen inkubátorod is lesz gyakorlatilag. Ők itt a sentinelek, ő például egy olyan sentinel, ami gyűjtöget. Na őket majd későbbiekben automatikusan megkapod, hogyha fogsz magadnak venni egy sentinel blueprintet a marketben. Ez itt az úgynevezett arzenál. Az arzenálba be lehet állni, az arzenál arra való, hogy modold a warframe-edet. Még egyszer, lássuk egy warframe összeállítást. Gyakorlatilag. Kiválasztod a Warframe-et, rámész, hogy upgrade, itt találod azokat a bizonyos modokat. Hogyan kell modolni, arról már csináltam egy videót, úgyhogy ha kíváncsi vagy, ugorj el a csatornámhoz, és nézd meg a Warframe modolós videót, és nagyjából úgy kell modolni. Tehát a modokkal, különböző modokkal, ahogy játszol idővel, egyre erősebb és jobb modokat fogsz kapni, amivel a Warframe-edet tudod erősíteni. Szóval, hogyha túl vagy ezen a modoláson, tehát ez itt a modolás rész, ez itt az aura mod a Warframe-eken belül. Aura mod arra való, hogy felerősíti a Warframe-nek gyakorlatilag ugye általánosan az összes képességét és a csapattársak összes képességét, nem beszélve arról, hogy megduplázza a felhasználható pontszámok értékét. Mondtam egy olyat, hogy Orokin reaktor. Minden Warframe-ben bele lehet rakni egy úgynevezett Orokin reaktort, nagyon ritka dolog, alert, úgynevezett alert missionökön lehet szerezni, érdemes megszerezni ezeket az Orokin reaktorokat, mert megduplázzák a felhasználható pontszámaidat a Warframe-be. Itt vannak a felhasználható pontszámok, ahol nekem egy 72-es van. Nos, ezekkel az Orokin reaktorokkal több pontszámot használhatsz föl, több modot, fullozhatsz ki, erősebb modjaid lehetnek, és a többi, és a többi. Nos, ugye mi van még itt? Rámehetsz a kinézetére a Warframe-ednek, változhatsz a színeken, berakhatsz különböző helmeteket, és a többi, és a többi. Díszítheted ahogy neked jobban tetszik, mit tudom én, tessék, itt van ez, lesz egy ilyen a hátán, nagyon csincsó. És a többi, és a többi. Tehát ez a kinézetre is gyágyul. Azt szerintem fontos dolog egy ilyen MMORPG-ben. Képességek, abilities. Itt elolvashatod, hogy milyen képességei vannak az éppen adott karakterednek. Volt az egy áramképességekkel ellátott karakter. Nagyon látványos, nagyon jó képességeket ad. Nem beszélve arról, az egyik alapkarakter is már, mint nem a Prime, hanem a sima volt. Nagyon kellemes, kényelmes vele játszani. Nem egy rossz karakter gyakorlatilag. Nos, majd róla is jön egy ilyen bemutató videó. Fegyverek, ugyanúgy kiválasztod a fegyvert, ugyanúgy modorod, csak ez a fegyver még nekem nagyon új, és ezért is nincs benne még semmilyen mod. Másodlagos fegyver, ugyanúgy néz ki, stb. Stb. Kardok, gyakorlatilag be lehet őket is modolni, amennyiben nem még kezdő kardok, és akkor jobban tudod modolni. Tehát például van itt nekem egy ilyen kardom, Dakra Prime Upgrade, tehát ő például már így néz ki, minden finom dolog van benne, azért, mert a kardoknál van egy úgynevezett Orokin Katalizt, tehát nem reaktor, Katalizt, amit fel lehet használni, ez ugyanúgy megduplázza a pontszámokat. Továbbá van itt egy úgynevezett Polarization, ami formát ad, tehát formát lehet ide berakni. Ha van egy formád, az azt csinálja, hogy itt az oldalsó kics jelecskét, amit láttok itt, a négy és vonalka, na az egy olyan polaritásra állítod, amilyenre szeretnéd. Ha ilyen kis zöld jelecskét szeretnél, zöld jelecskét kapsz. Ha ilyen Y jelecskét szeretnél, olyat kapsz. A lényeg az, hogy lenullázza a kardodat, de cserébe kapsz egy hasonló jelecskét. Ez azért jó, mert megfelezi a felhasználható pontszámokat, és ezáltal több. Tehát megfelezi ezt a
Valójában ez a 4-es, ez nekem ott egy 8-as, szóval úgy felezi meg a pontszámokat, tehát több pontszámot használsz föl. Hasznos dolog ez is. Itt rakhatsz be különböző dolgokat, gyakorlatilag, amit jól esik. Kutyát is itt rakhatod be, a Sentinelt is itt rakhatod be. A Gears az arra való, hogy különböző dolgokat berakjál van egy olyan, mint egy hátizsák, tehát különböző cuccokat tudsz berakni, amik hasznosak, mint például nekem van itt ez a Maul Spectre, ez egy aféle segítőtárs, és akkor lövi az ellenfelet, de lehet ide berakni extra shieldet, extra életet, akármit, majd rájöttök idővel, ahogyan a játékot játszátok, mert egy olyan játék, amit érdemes kipróbálni. Nagyjából ennyi lett volna, tehát ez a kezdeti lépések, amiket meg kell lépni ahhoz, hogy meglegyen az űrhajódban minden dolog, amire szükséged van, hogy kényelmesen játszhass a Warframe-mel. Továbbá a questeknél van itt egy olyan, hogy The Archwing, az Archwing az szárnyakat ad, nagyon frankó, gizda kis űr missionöket lehet végrehajtani ez az Archwing-el, de ha nincs meg ez az Archwing, akkor bizony nem mehetsz az ilyen küldetésekre, és időnként oda sem állsz. Szóval kapsz egy ilyen szárnyat, és ezekkel röpködhetsz az űrben. Nagyon jól néznek ki ezek az Archwing-ek, úgyhogy amúgy is, mint egy küldetés, érdemes beszerezni, ez is egy lépése a Warframe-nek, amit meg kell lépni ahhoz, hogy gondtalanul haladhass a játékkal. És továbbiakban majd idővel úgy szerzel bolygókat, és megint csak fontos és érdemes megszerezni a bolygókat, mert különböző alert missionök különböző bolygókon vannak. És ha nincs meg a bolygó, akkor sok mindentől eleshetsz. Ha bolygót szeretnél szerezni, akkor boss fightokat kell csinálni. Szóval, hogyha legyőzöd a bossokat az adott bolygókon, akkor gyakorlatilag meg fogsz tudni szerezni újabbnál újabb bolygókat. És a bolygókat érdemes feloldani, sőt kötelező, főleg azért, mert nyersanyagokat kapsz, amiket ugye fel kell használnod a különböző, vagy fel fogsz használni a különböző dolgok legyártásánál, mint például itt van ez a Rubedo, ez a Morphix, ez a Ferrit. Egyes nyersanyagok ritkák, egyes nyersanyagok gyakoribbak, de mindenképp szükségeltetnek. Nos, ennyit egy kezdő Warframe-esnek, hogy mihez, hogyan álljon hozzá, vagy hogyan kezdjen el dolgokat. Tehát még egyszer, Market, Codex, re van szükség, Foundry-ra, Mozra, Inkubátorra, és az arzenál is fullos legyen. És nagyjából ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!